lábok, egy keresztartó, és akkor a felső szellemet, akár az a tartó szellemet, tehát ugye ez a tetőn tartja, tehát még a keresztartója a föld. Ilyen szerkezeteket állítanak elő. A tervek szerint januártól ebben az új üzemcsarnokban a Nagykálói Ipari Park területén. A napelemek földi és tetőn való rögzítéséhez szükséges úgynevezett szelemeneket egy hengersor segítségével gyártják majd. A nyíregyházi székhelyű cég nagyrészt uniós és állami forrásból fejleszt, a beruházás közel 400 millió forintba kerül. Itt egy gyártócsarnok épül, melyben hengersor lesz elhelyezve. Cégünknek ez biztosítani fogja a tartószerkezeti elemek előállítását. Cégünk Kelet Szolár Kft. Megújuló energiával foglalkozik, telepítésével és értékesítésével 2010 óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és a jelen megnövekedett igények biztosítására nem engedhetjük meg a anyagbeszerzési hiányokat, és ennek a stabilitására fejlesztettük, vagy irányoztuk ezt a fejlesztést, illetve ezt a beruházást. A beruházás Nagykáló önkormányzatának is fontos. Ipari parkjukban az utóbbi évek egyik legjelentősebb fejlesztése a szelemen gyártó üzem. Most a legfontosabbnak azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés, illetve az önkormányzat szempontjából nyilván az iparűzési adó bevétel növelése. Én azt gondolom, hogy folyamatosan javulunk. Ha a válság ellenére az adó értékünk nőtt, az egyfőre vetített adónk mértéke folyamatosan évről évre nő, úgyhogy az irány jó, de kellenek hozzá ezek a beruházások, kellenek hozzá azt gondolom ezek az ösztönző programjaink, azok a személyes kapcsolatok, ami által ide lehet vonzani ilyen cégeket. Egy jó alternatíva az ipari parkunk erre, én azt gondolom, és ugye ahogy elhangzott, hogy 25 főt szeretnének foglalkoztatni, ez egy óriási lépték a város méretéből kifolyólag, illetve a munkavállalók számából. Ugye itt ilyen mértékű új üzem nem indult hosszú évek óta, úgyhogy talán ez az első fecske ilyen szempontból. A 2030-ra kitűzött klímacél értelmében Európában legalább 55%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Simon Miklós a térség országgyűlési képviselője szerint ez az elérhető és megfizethető energiával foglalkozó cégeknek komoly fejlődési lehetőséget biztosít. A térségünkben igen aktív vállalkozói kör foglalkozik energiatermeléssel, hiszen 2004-ben, emlékeim szerint, akkor adtuk át a nyírbátori biogázüzemet. Ugye az is egy alternatív energiatermelő rendszer, amely lényegében Nyírbátor város ellátását biztosítja. Másrészt pedig ugye működik a szakói bioerőmű, amely faprítékot tüzel el, és ilyen formán jelentős energiatermelő képességgel rendelkezik, és emellett működnek ugye a napelemes cégek. Ennek egyik úttörője a Kelet Szolár Kft., aki most ugye Nagykálóba telephelyet létesít. Az üzemcsarnok táblaavató ünnepségén részt vett Szabó Tünde kormánybiztos. A politikus kiemelte, a munkahelyteremtésben komoly szerepe van a hazai kis- és középvállalkozásoknak. A szektor termelékenysége a GINA Plus programban lévő uniós és állami forrásokkal is növelhető. A pályázati program olyan fejlesztésekhez segíti hozzá a leghátrányosabb helyzetű régiók vállalkozásait, amelyek segítik a felzárkózást, mind a fejlesztést, mind pedig a munkaerő szempontjából egyaránt. Az operatív program jelentőségét bizonyítja, hogy a teljes uniós forráskeret 25%-a is ebbe a programba, GINA Plus programba került át. A nyíregyházi cég 3 telephelyen rendelkezik, és jelenleg 28 munkavállalót foglalkoztat. A vállalkozása nemrég elkészült csarnok mellett további beruházásokat is tervez.